A magyar közélet egy soha nem látott mély válságba került. Szóval a köztársasági elnök lemondása az nem egy egyszeri történet volt. Az nem egy hiba volt, hanem a maga a rendszer maga. És megmutatta azt, hogy az a rendszer, ami kiépült az elmúlt 14 évben, az milyen messze van azoktól az értékektől, amikben mi hiszünk, amikor nap mint nap döntéseket hozunk a városban. Számomra a politika, a várospolitika is. Alapvetően mégiscsak értékválasztás kérdése. Hogy vannak meggyőződéseink, vannak hiteink arról, hogy hogyan kell közös hazát, közös otthon teremtenünk ebben a városban, és az a kontraszt, az a szembeállás, amit a Budapest Köztársaság és a ma már csak alkotmányjogi értelemben köztársaságnak elgondolt Magyarország között húzódik, ez a kontraszt még élesebb lett. És ezért azt gondolom, hogy a június 9-i önkormányzati választásnak a tétje ilyen szempontból még nagyobb. Az elmúlt években mi mindent megtettünk azért, hogy ebből a nihilista, erkölcsi, de teljesen kiüresedett rendszerben kiemeljük ezt a várost.